Nem jártam még iskolába, amikor a szüleik a plébános úrral megbeszélve első áldozásra vittek nővéremmel együtt. Szóval, és akkor a család együtt járt Szent Jónásra, Szent áldozásra, minden nap. Természetes volt a vasárnapi szentmise hallgatás, szóval. Ez az indítás, az erre a pályára szinte megindított engem, mert gyerekkoromban is volt ilyen gondolatom, hogy pap legyek. 11-en voltunk testvérek, az a többiek nem léptek papi pályára, hanem civilbe, de mindegyik vallásos életet él most is. Sajnos a leszármazottak között már nem az olyan természetes ez már. Csak amíg miután már szüleimnek bejelentettem érettségi után, hogy pap szeretnék lenni, akkor árulta el édesanyám, hogy még születésem előtt úgy kért engem a Jóistentől, hogy egy pap gyereke hadd legyen, és addig nem mondta meg, hogy ne befolyásoljon, de ennek is köszönhetem, ennek az imádságnak, hogy ez megéreztem a hívást erre a papi szájára. Így, és akkor 47-ben érettségi után tudtam végül is belépni a Bencés rendbe. Akkor még nagyon zavaros idők voltak politikailag, úgyhogy 50-ben jött az években a szerzetes rendek elhurcolása. Panormán is így össze voltunk csomagolva mindig, hogyha be kell szállni egy teherautóba, akkor indulhassunk. De 50-ben egy ilyen nyári vakáció után, mert akkor mehettem először vakációra, 47-ben léptem be, 50-ben, akkor hazaérkezve éjszaka bérhányásom volt, szóval kiderült, mondták, hogy pár napra vagyok kórházba kell kerülnöm emiatt, bevittek, de abból már a győri kórházba 3 hét lett, mert ez a TBC-s jellegű dolog volt, és utána majdnem egy évig kórházakba, meg Budakeszi szanatóriumba, Korányi szanatórium, azokba töltöttem egy évet. Közben állam létszámokat csökkentett a Pannonhalmán is. Ugye csak 3 rendet hagytak meg, hogy működhessenek és taníthassanak, a Piarista, Bencés és a Ferences rendet, és azok ott is, hogy a tanár, hogy fölvenni rendtársakat is, csak ahogy megfelelő tanárok legyenek a gimnáziumban, annyi volt. De ez, bocsánat, ez már egy újabb fázat. Először megszüntették a Pannonhalmi gimnáziumot is, még akkor ott voltam kispap, és állami iskola lett fönn a Pannonhalmi várba is. Talán nem sokáig tartott, mert 50-ben jött a megegyezés. Akkor aztán megengedték ennek a 3 rendnek, hogy tartsanak fönn egyházi iskolákat, összesen 6-ot azt hiszem. És de ehhez, csak amikor én kórházba kerültem, vagy 70-en voltunk növendékek, már fölszenteltek el, egy év még egyetemre jártak azokkal együtt, 70-en voltunk, és abból csak 14-et volt ott szabad megtartani. Hát engem egy kórházba tartózkodott, nem vettek bele a 14-be, úgyhogy állam szemébe akkor én civil lettem, tehát csak azt a 14-et számították Bencés növendéknek, mert nagyon számot tartottak mindent. A lejár 3 év alatt az egyszerű fogadalom, akkor utána teszünk örök fogadalmat. Nekem lejárt az egyszerű fogadalmam, és még 7 évig nem volt alkalom arra, hogy én most tegyek örök fogadalmat. Nekem ez nem jelentett belül semmi változás, én ugyanúgy Bencésnek éreztem magam, és nem sosem gondoltam arra, hogy kilépjek, vagy abba hagyjam. De csak 10 évvel később, tehát összesen 10 évig voltam egyszerű fogadalmas igazából 3 év helyett, és csak akkor megint az is csak úgy suttyomba ment. Többünket, akik így nem tudtunk hivatalosan, állam szemébe még nem tudtunk letenni örök fogadalmat, azokat behívott a szobájába, előre megbeszéltük, nála letettük az örök fogadalmat, őről csinált egy papírt,
és azt is, hogy házkutatáskor ne találják meg, vagy a fiúk, asszal fiúk, vagy alul fölrajszögezte, hogy ott legyen megőrizve az a papír, és így titokba kellett tartanunk az állam szemébe azt, hogy mi letettük az örök fogadalmat. Az az érdekes, hogy amíg ide jelentkeztem, én nem ismertem bencéseket. Egyszer találkoztam csak a óvóhelyen katonapapként, hogy a benézett a Nádasi Alfonz atya, mint zenész ismerte édesapámat, és hozott egy kis pár zacskó cukrot, hogy gyerekeknek hozza szét. Ennyi volt egy személyes találkozás csak, de ez itt nem volt bencés kapcsolat, hanem olvastam Szívós Donátnak, meg Schnattner Siegfriednek. Otthon édesapámnak voltak ilyen könyvei, és olvasgattam ezeket, és éppen mikor a bencés hivatást kaptam, egyik ilyen könyv olvasása közben tört belém hirtelen, hogy ilyennek kell lennem nekem is. De úgyhogy már ágyban lefekvés után olvastam a könyvet, és annyira belém tört ez, hogy ahogy fölkeltem az ágyból, és elkezdtem sétálgatni, mintha valami nagy hatás ért volna engem. Még emlékszem, a szótáromba bekarikáztam a napot, és kiírtam a szótáromba, hogy bencés, az ezt meg ezt jelenti angolul, angol szótárba beírtam. Szóval viharszerűen egy olvasmány hatására határoztam el. Aztán, amikor édesapámnak mondtam, hogy mi mindenre gondoltam, mert úgy nem ismertem ezt úgy elmondani, miért akarok én bencés lenni. Még mondtam, hogy gondoltam, mert addig találkoztam ferencesekkel, Margit Körötön ott, az volt a legközelebbi templom hozzánk, jezsuita atyákkal többször találkoztam, tartottak nekünk lelki gyakorlatot, meg mi is egy páran diákok, az iskolai lelki gyakorlaton kívül még elmentünk a Manrézához, Budán volt akkor a Manréza lelki gyakorlatos ház, és nagy hatással voltunk ránk a jezsuita atyák is. Úgyhogy gondolkoztam, hogy ferences legyek, vagy jezsuita, és akkor úgy kérdezik, vagy esetleg bencés leszek. És ennek nagyon megörült a bencésnek, édesem, mert a bencésekkel ilyen zenei kapcsolata, a Kilián atya, Szigeti Kiliánnal volt jó kapcsolata, és mindjárt ez már, hogy közel volt, én a tehetetlen voltam, hogy most, hogy közel volt az, hogy jelentkezni kellett Pannonhalmára. Ő mindjárt írt Kilián atyának, hogy az ő fia szeretne bencést, és Kilián atya mindjárt válaszolt, hogy ekkor meg ekkor kell jelentkezni, csak jöjjek. És így indultam el, szóval mondom, személyes találkozó így nem volt, csak amit olvasgattam a bencés tanár-diák kapcsolatokról meg. Meg egyik nyáron találkoztam három testvérrel, együtt nyaraltunk Balaton mellett, akik Budapesten bencés diákok voltak, aztán azok egész másképp beszélgettek a tanáraikról, mint mi. Én is egyháziskolában a érseki katolikus gimnáziumban jártam, volt civil tanárok és világi papok tanítottak minket. De azok mind, hogy ez a bácsi, az a bácsi, ez az atya, az az atya, barátságosan beszéltek, hogy milyen jó emlékeik vannak. Szóval szintén jó hatással volt rám, hogy ilyen hatása van a bencés tanároknak a diákjaikra. Egy ősszel beiratkoztam a Budapesten a teológiai hallgató, mint civil hallgató, beiratkoztam teológiát tanulni. Ez persze már azzal, hogy majd előbb-utóbb visszakerülhetek, azzal a szándékkal. Egy évig ott tanultam civil hallgatóként, ott vizsgázgattam, akkor otthon laktam a szüleimnél. Aztán 52-ben nyílt az a lehetőség, hogy Győri püspök úr Pap Kálmán volt akkor, lehetőséget adott, hogy azok, akik mint szerzeteseket szétszórtak, azokat ő fölveszi, mint világi kispapokat, és akkor legalább ez az út megnyílt, hogy világi papként eljöhettem ide a győri szemináriumba tanulni. Hát itt is két évig tartózkodtam, mert itt is közben újabb betegség lépett föl, azt hiszem csonttuberkulózis, és azzal megint elküldtek vizsgálatra, aztán megint egy másik szanatóriumba,
József szanatóriumnak nevezték, az ilyen típusú betegségekre volt izemelve, akkor ott tartozott, közben lemaradtam a évfolyamtársaim szenteléséről megint, és aztán utána, ha visszajöttem, akkor még egyedül beosztottak, hogy milyen tárgyakat kell még tanulnom, és végül is 54-be, csak úgy engem egyedül februárban fölszentelt a püspök úr, akkor már megvolt minden tantárgyam is, és fölszentelt, de még tovább benn maradtam őszig, februártól, és még bizonyos órákra bejártam, de kisbabként éltem ott a többiek között. Akkor volt egyik évfolyam, nem évfolyam társam, Brenner Laci volt, annak az öccse, akit boldoggá avattak, a Brenner Jancsi, ő is ott volt, meg a legfiatalabb, a József, mind a hárman ciszternek indultak volna. Van is olyan fényképük, ahol már ciszter ruhában vannak, mind a hárman, de csak kezdő növendékek voltak. Úgyhogy azokkal is együtt voltam, meg hát sok más azóta már meghalt kis paptársammal. És akkor utána a Győri püspök úr volt, ez kedvesség volt, én így fogtam föl, hogy engem nem valamelyik világi papi plébániára helyezett, hanem mivel itt a bencéseknek csak tanítani volt szabad, de templomot vezetni nem, akkor egy világi pap volt itt a plébános, nem plébános, csak lelkész a mi templomunknál, amellé ide helyezett engem segédlelkésznek, magyarul visszaengedett a bencések közé engem. Úgyhogy attól kezdve aztán, még ott is jöttek nehézségek, hogy itt nem volt üres szoba, és akkor egy ideig még ott laktam a szemináriumban, és minden nap bejártam ide, és este visszamentem, és úgy értem csak itt a többiek között. De még csak teológiát tanultam, tanári végzésem nem volt, azt úgy nem lehetett így bencés gimnáziumra most valahogy beiratkozni, de ahogy enyhültek valahogy az idők, akkor elkezdték előző évben már ebbe egy pár rendtársat így elküldtek levelező hallgatónak Budapestre, hogy így tanuljanak valami tanári szakot is. És egyik, aztán jött a Legányi főapát úr, és mondta, hogy lehetne megkezdeni most már a tanári képt. De államszemélyben nem voltam bencés, viszont pedagógusok iratkozhattak be továbbképzésre, vagy általánoskor helyett gimnáziumra is legyen képesítésük, és akkor engem csak névleg kineveztek a diákotthoni prefektusnak, az már pedagógusnak számított, és mint pedagógus bejelentkeztem, ja, és fölvettek szépen, és akkor elkezdtem így innen járva, itt már papként működtem, káplánként, és így végeztem az éveket egymás után. A fizikát nem lehetett így, nem is bánom, mert a fizikát, ahhoz nem volt érzékem, a matematikát jobban szerettem, és külön tantárgy volt akkor még az ábrázoló geometria, tehát úgy lehetett, hogy matematika, ábrázoló geometria szak, így végeztem ott az egyetemen, és már közben, míg ott tanultam, már elkezdtem itt tanítani, és tanítgattam. De aztán eljött egy újabb fordulat, a államtól minden tanárnak itten név szerint engedélyt kellett kérni, hogy tanítasson minden évben. Egy pár évig nyugodtan megadták nekem, akkor jöttek rá, hogy én nem vagyok bencés az ő szemükből, és tanév közben már osztályfőnök is voltam talán, és egyszer csak jött a rendelet, hogy én nem taníthatok, mert nincs engedélyem. És akkor csak itt ilyen házi munkákra, pincébe lapátolgattam a krumplit, meg ilyeneket tudtam csak végezni. És akkor egy újabb kedvező fordulat az volt, hogy akkori házfőnökünk, Csizmadár Gerő atya, azt mondta, hát ebben nem kellene belenyugodni, kérvényezni kellene, hogy hadd tanítsak, és hát ha megengedik. És
ő megcsinálta a kérvényezést, megírta, és jött a válasz, hogy engem hivatalosan bevesznek a rendi, bencés rendi tagok közé, és taníthatok tovább. Szóval nem csak megengedték, hogy tanítsak, de államszemélybe, és onnan kezdve lettem bencés. És akkor taníthattam tovább, és 54, ez mikor is volt, 30 éves voltam, amikor elkezdtem tanítani, még kérdeztem, és érdemes még nekem, hát már ilyen időskorban elkezdeni egyetemre járni, de hát még utána sikerült egy jó fél évszázadot tanítani azért, úgyhogy érdemes volt. És végig itt maradtam, 50. Eleinte az volt a helyzet, hogy a püspök úr ide visszaadott engem, ő nem akart tovább foglalkozni, hogy engem elhelyez innen, visszaadott a rend számára. A rend pedig nem disponálhatott, mert nem voltam az állam szemébe bencés. Tehát senki nem tudott engem innen máshova helyezni, mert egyik szóval nem volt a lehetőség. Úgyhogy így kezdődött az, hogy én egyszer maradtam itt, de ez az, meg is, végül is aztán így maradt végleg, úgyhogy 54 óta folyamatosan, amíg tanítottam itt tanárként, itt maradtam, és a templomnál is, a templomi szolgálatokat is végeztem. Utána pedig hát pár éve, hát a 4-5 éve, nem is tudom, Tamás atya volt, Horváth Dori Tamás, majd időskoromban nézve egy osztályt befejeztem, csak ilyen utóbbi években már csak egy fakultatív csoportot bíztak rám, hogy legyenek óráim, de akkor már de úgy érzem, hogy most már nem tudnék egy teljes, egy ilyen csoportot végigvezetni, úgyhogy ha lehet, akkor most kiállnék a tanításból, és azóta hát nem tanítok, de azt vállaltam szívesen, hogyha jönnek hozzám gyerekek, vagy gyakorolni szeretnének, vagy magyarázzak meg valamit, itt a szobában szívesen foglalkozok velük. Úgyhogy az meg is maradt a járvány kezdetéig most. És a járvány óta, hát még gyerekek se jöttek, csak így meg vagyunk. A templomi szolgálatot azt kértem, hogy maradjak bent, tehát a vasárnapi misézésekbe, mert ad legyen valami feladatom még, hogy ne csak érdekeljek itten. Úgyhogy az most is, hogy beosztanak a vasárnapi 8-as misék, azok váltakozva, mondjuk azokat reggel, abba beosztanak most is. És hát amit találok tenniből volt azóta, csak udvaron, a utakról, a gazt, egy kis kerti munkaként gazt írtogatom, meg itt a több időm van imádkozásra, ez most a fő feladatom, azt hiszem, hogy mindenkiért imádkozom, akikkel valaha is dolgom volt, családokért, rendtársakért, ránk bizottakért. Ezt tartom igazából fő feladatomnak, és azon kívül néha azért vádolom magam, hogy olyan kicsit olyan semmit tevő vagyok itt, de hát 92 éves koromban már ez, majd nyugtatgatnak, hogy nyugodjak meg azért, hogy megteszem a dolgomat, amit tudok.